A Bakony Erdő ZRT már hosszú évek óta segíti a határon túli gyermekek nyári pihenését. Ezért idén is, augusztus 6-a és 11-e között Szerbiából érkező gyermekeket látott vendégül a Balatonfelvidéki Erdészeti Erdei Iskolában. Már évek óta van ez az együttműködés a határon túli gyerekekkel, és igyekszünk nekik is ugyanazokat a programokat, legalábbis ugyanazon a színvonalon biztosítani, mint az egyébként erdeiskolánkba látogató egyéb csoportoknak. Most nekünk már ugye a szezonnak a vége felé van, még ők az utolsó hullámba még pont beleesnek, és őnekik több olyan programjuk van, ami nem itt helyben az erdeiskolában zajlik, hanem inkább kirándulós. Már több alkalommal jártunk a Bakonyerdő által szerveztelt táborokban. Az idén 14 diák érkezett, 11 lány és 3 fiú. Kellemesen érezzük magunkat nagyon. Nagyon örülünk, hogy itt vagyunk, és köszönjük ezt a lehetőséget ezúton is. A gyerekek egyre jobban érzik magukat, sokkal felszabadultabbak. Látszik, hogy szeretik a természetet és ezt a csodálatos környezetet. Mi Síkvidékről, Kishegyesről érkeztünk. Kishegyesen 5000 lakos van, és főleg magyar lakta. Kis falucska. Az élőlények tekintetében is, tehát maga az egész dombság, a dombvidék, a környezet teljes mértékben más. Ez is egy jó összehasonlítási alap a gyerekeknek, hogy új tapasztalatokat szereznek, mi az, ami otthon jellemző a mi vidékünkre, és mi az, ami a dombságra jellemző. Én úgy gondolom, hogy hitelesebb, hogyha egy olyan ember beszél ezekről a dolgokról, aki ténylegesen ezt is csinálja. Pluszba az, hogy a kezükbe is tudjuk adni ezeket a dolgokat, azt nem hiszem, hogy sok iskolában megoldható. Legalábbis itt Magyarországon kevés olyan iskola van, ahol olyan eszközökkel rendelkeznek, mint mi itt az erdeiskolában. Úgyhogy ez mindenképpen szerintem sokat számít, hogyha valaki kézzel fogható dolgokon tud tanulni. Nagyon kedvesen körbevezettek minket. Tényleg a lehető legalaposabb munkát végezték, megmutattak különböző lábnyomokat, részletesen elmesélték azt, hogy a fákon milyen jegyek figyelhetőek meg. Kérdeznek, válaszolnak, kommunikálnak velünk, tehát teljesen jó az együttműködés. Vannak visszatérő diákok, többen is már voltak a Bakonyerdő ZRT által szervezett táborokban, és vannak olyanok, akik most vannak itt először. Nagyon jól érzem magat, már 3. éve vagyok itt. Tavaly is szintén voltam, és nagyon boldog vagyok, hiszen a barátnőimmel érkezhettem ide-vissza. 3 évnek ezelőtt ugyanitt voltunk, és nagyon jó visszatérni ide. Nagyon örülök, hogy eljöttem, és nagyon jól érzem magam. Annak örülök legjobban, hogy társasággal jöttem, és tényleg nagyon jó. Nagyon szeretnék jövőre is jönni, és remélem, hogy fogok is jönni. Szerintem ez egy hatalmas élmény, tehát más környezetben lenni, új tapasztalatokat szerezni, új barátokat szerezni, mivel itt vannak más táborlakók is. Ez az egész egy nagy pozitív, hogy mondjam, tapasztalat, ami igaz, hogy ha például valaki elmegy Magyarországra kirándulni, valószínű, hogy nem ide jönne önmagától, viszont ezek az élmények után én nem tartom kizártnak, sőt, inkább azt mondom, hogy sokan visszatérnének ilyen helyekre. Immáron 14. alkalommal rendezték meg Sümegen az Éred bor és a vadászat ünnepét, a Szent Jakab napok történelmi fesztivált. A 3 napos rendezvény látogatók ezreit vonza Sümegre. Óriási munka volt a 14. Jakab-nap is, és ahogy mondta, valószínűleg azért tűnik hosszú időnek, mert nagyon sok esemény volt, és hát 3 nap egyébként sem rövid idő. Ugye itt a borászok és a vadgazdálkodók, vadászok és mindenki, aki érdeklődik, akár a természet, akár a borok iránt, el tud jönni ide és találkozni tud. Erről szól ez a Jakab-nap is nyilvánvalóan. Nagyon nehéz sokszor együtt gondolkozni, összehangolni a szakmai elvárásokat, a civilek elvárásait, és az, hogy együtt lehessünk. Itt Sümegen azért nagyon jó lenni, mert ez együtt úgy adja magát, ez a millió itt a vár környékén, ez a sok aranyos ember, és tényleg itt mi erdész, vadász emberek nagyon jól beilleszkedünk a helyiek életébe. Sümeg életében nagyon nagy szerepet játszanak, a közéletben is azok az emberek, akik egyrészt borral, másrészt pedig a vadászattal foglalkoznak.
valóban fantasztikus emberek, a vadászok is, és külön szeretném tényleg megköszönni a vadászkamarának azt a nagyon nagy segítséget, és személy szerint Pap Gyula úrnak is, amit nyújt már évek óta. Úgy gondoljuk, hogy a 14 év már magáért beszél, de ehhez partnerok szükségesek, partner Sümegváros önkormányzata, aki rengeteg energiát fektet ebbe a programba, de partnerok a vadgazdálkodók és az erdőgazdaságok is. Ennélkülük ezt nem lehet megtenni. Az Uzsai Erdészeti Igazgatóság évek óta kísérő rendezvényként szervezi meg a Jakab napi koronglövő versenyt az Uzsai Erdészet sportlőterén. Szerencsénkre nemzetközivé válik most már lassan a célközönségünk, mindent meg is teszünk ennek érdekében. Minden fórumon igyekszünk jó hírünket kelteni, illetőleg olyan pályákat, olyan versenyszámokat összerakni, amire külföldön is igény mutatkozik. Ezért is egyedülálló módon kombinált lövészetet hirdetünk, ami azt jelenti, hogy golyós, illetőleg sörétes pályákon is zajlik a versenyzés. Ez ebbe a térségben unikális, de én úgy gondolom, hogy a vadászati világkeltáshoz kapcsolódva egy olyan színvonalú, minden lős számot megjelenítő versenyt kell szerveznünk, amire máshol is, külföldön is igény mutatkozik. Esős idő van, dioptriás szemüveged van, párásodik, hogy lehet ezt leküzdeni, vagy egyáltalán átélni, túlélni? Hát igen, nagyon nehéz, és mielőtt a lőállásba ránk kerül a sor, akkor megpróbálja az emberek kicsit elemelni a szemétől, hogy legalább a pára menjen el róla, és akkor ez egy kicsit hátrány ilyenkor a szemüvegeseknek. Én több éve veszek részt már ezen a Jakab napi versenyen, és a megszokott jó hangulatban telik, gyönyörű környezetben vagyunk, erdőben vagyunk, és hát az időjárás egy kicsit most nem kedvez, egy kicsit úgy kevesebben is veszünk részt ezen a versenyen, de szerintem a megszokott csapat és a hangulaton ez nem fog változtatni, és majd délután folytatjuk. Azt hiszem, ez egy nagyon jó hangulatú verseny, nagyon jó pályát állítottak össze a fiúk ma nekünk. Ha hibázunk, azt csak magunknak köszönhetjük. Úgyhogy picit izgul mindenki, én azt hiszem, hogy ennek a számlájára írható a hiba. Élmény volt ezt látni különben, ami itt volt, és találkoztam az igazgatóra Simonnal, mondtam, gratulálok neki, hogy ezt megszervezte, a terepet is, meg hogy egy népes csoport, kulturált népes csoport, öröm volt itt lenni. Ebben az a csodálatos dolog, hogy fölnőtt egy generáció, és ez a generáció meghálvette a természetet, vele együtt a technikát és azt a sportot, mert ez ma már sport, a vadászatot áttételesen kötődik. Élmény látni ezeket a fiatalokat, hogy ragyogó reflexzál, és élménnyel, koncentráltan élménnyel, ez a nagy élmény számomra. Mit terveztek? Mi lesz ma? Egy jó lövészet és egy jó ebéd hozzá. Hogy mindenkinek szeme szájára is, mindennel tudjunk megfelelőképpen megfelelni minden embernek, mindenkinek, akit teljesít. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy egy jó hangulatú, eredményes versenyen legyünk túl, és úgy látszik az égiek meghallgattak és segítettek az időjárással is. Reggel az utolsó pillanatig kétséges volt, hogy esőbe vagy anélkül fogjuk ezt a versenyt lebonyolítani, de úgy látom, hogy az égiek áldását adták ránk, és eső nélkül tudtunk lőni. Program további állandó eleme a vad és halételek regionális főzőversenye. Mit fogtok most bemutatni a tisztelt zsűrinek? Egy pikáns bográcsba készült vaddisztó pörköltet. Semmi különlegeset nem teszünk, csak azt, amit a vadhús megkíván. Olyan fűszereket, tehát sima, egyszerű. Most már több egyére jövünk itt főzőcsgélünk, de most az idén úgy gondoltam, hogy egy kis szarvaskolbásszal fogjuk meglepni az éheseket, vagy aki ínyenségre vágyik, meg egy szarvas pörköltet. Tehát igazából a szarvas kolbász, ami 50%-ban szarvas, és 50%-ban disznó, szelid disznóból készül, egy kicsit erősebb, kicsit titkos, ilyen jobbfajta recepttel. Ismét megpróbáltunk lányokhoz hívően kitenni magunkért. Van belőspirítósunk, tócsi, kapros krumpileves, largányás vaddisznópörkölt, túrós nokedli van, túrós rétes, almás rétes, mákos rétes, akkor zserbó, sósropi. Hát összejönnek a vadászok, egy kicsit elbeszélgetünk, és mindenki megkóstolhatja a másiknak a főztjét, és szerintem egy jó kis összejövetelnek tartom. Mi voltunk a várpalotai vadásznapon is, Pápán is, és
és nagyon jól éreztük magunkat, és aki odajött, megkóstolta a ösztünket, mindenkinek ízlett is. Úgyhogy gondolom ma is így lesz, legalábbis nagyon bízom benne. A horgászok is nagyon szeretik a gasztrót, mert aki horgászik, szeret enni is, és örülünk annak, hogyha megkóstoltathatjuk a balatoni halat, mert a balatoni hal az különleges, a balatoni halból készült halászlé az jellegzetesen finom, és nehezen jut hozzá a nagy közönség, úgyhogy várjuk a vendégeket. Folyamatosan tolni kell a szekeret, én megnézem, tanácsot adok nekik, próbálom nekik elmagyarázni, hogy mi jó, mi nem jó, változtassanak rajta. Tippeket adok. Nem túlságosan sokat, jöjjenek ők is rá, hogy mit lehetne esetleg jobban csinálni, és az az érdekes, hogy tavalyhoz képest nagyon-nagyon nagy fejlődés van. Az a szép az egészben, amit mindig szoktam mondani, ez egy csapatmunka. Itt összejön egy baráti társaság, egy vadásztársaság, egy tűzoltóság, vagy bármi is, és barátok készítenek olyan ételt, amit szeretnek elkészíteni, és szív és lélek van benne. Miért jó a vadgasztró, miért tegyenek vadat az emberek? Hát elsősorban azért, mert a vadhús szerintem értékeibe, állóságába sokkal-sokkal jobb. Hát szerintem sokkal egészségesebb, mint a sima disznóhús, és sokféleképpen el lehet készíteni. Én azt gondolom, hogy a vadételekhez több fűszerre van szükség, mint a sima pörköltekhez, mert legalábbis én úgy gondoltam, és így készítettem. Én azt szoktam mondani, hogy a bátorság a tányéron kezdődik. Tehát tényleg fussunk neki, ne tartsunk magunkba azokat, akár házi ízeket, amit ugyanúgy lehet vadhúsban is visszamutatni. Tehát nem kell félni attól, hogy egy sertéshúst vagy egy vaddisznót válaszunk. Tehát inkább válaszunk egy vaddisznót, és készítsük úgy el, mint a sertéshús. Úgyhogy nagyon-nagyon gratulálok az első helyezettnek, aki nem más, mint a Veszprém megyei vadászkamara. A tavalyi évhez hasonlóan a Jakab napi eseménysorozat záró napján zajlott le az első Szent Euszták szabadtéri szentmise a solymászok és vadászkürtösök közreműködésével. Sümeg otthont ad annak, hogy végre Magyarországon elindulhat a vadászok ősi védőszentjének, több mint 700 évvel előzte meg Szent Hubertust, a tisztelete, és talán egy olyan tradíciót tudunk itt meghonosítani, ami valóban értéket közvetít, és valóban maradandó szépséggel, maradandó lelki gazdagsággal jutalmaz meg bennünket. Talán sikerült minden évben valamilyen új programokkal, új ötletekkel előhozakodva megvalósítani. Ez a sikere annak, hogy 14 éve töretlenül tudjuk ezt a Jakab napot megtartani. Vadászok, borászok, halászok, horgászok közös programját, és remélhetőleg a családok programja is. Családok éve van, nekik szánjuk, a piciktől a nagyokig, az idősektől a fiatalokig. Egy ilyen sümegi napok arra jó, hogy úgy a szaktársakkal, úgy a vadásztársakkal, meg hát a borászokkal, akik félig meddig szaktársak, mert a erdő hűvösében nagyon jól esik a bor, és a vadétel a borhoz mindig jól megy a szőlőhegyen is, tehát gyakorlatilag összekapcsolódik a szakma, és az itt élők, akik meglátogatják ezt a rendezvényt, szintén jól tudják érezni magukat, megláthatják, hogy itt úgy a vadgazdálkodók, ahogy a borászok is, egy odaadó emberek, a szakmájuknak élnek, a természetet tisztelik, szeretik, anélkül nem is tudnának vadgazdálkodni, úgyhogy ezt szeretnénk ilyenkor bemutatni. Igazából, hogy mi a varázsa, az még nálam okosabb emberek sem jöttek rá, de az tény és való, hogy már annak idején Hamvas Béla megírta, hogy sümeg az a mediterrán géniusznak a szíve, a középpontja, szó szerint leírja, hogy sümegen még a nap is másképp süt, és tényleg az ide látogatók is úgy érzik, mintha Toszkánába, Itáliába csöppentek volna, hát főleg így nyáron természetesen, de ennek a helynek tényleg van varázsa, és szerintem az sem véletlen,
hogy ennyi művészt, költőt, filmrendezőt, festőt adott ez a kis 6000-es városka. Addig, amíg az emberek, akik mögöttünk állnak, látják magukat visszamenőleg évtizedekre, hogy ott voltak, és jönnek, hogy mi a következő, hogyan megyünk tovább, és mi próbálunk tőlük ötleteket szerezni, mi magunk ötleteket adni. Ezek megvannak, addig én úgy gondolom, nem kell semmitől se félnünk. Ez a rendezvény talán arra is jó, hogy a civilek jobban megismerjék a vadászok életét. A vadászat az hozzátartozott mindig az ember életéhez, és én úgy gondolom, hogy ha ennek a szószólói vagyunk itt sümegen, az is egy nagyon fontos küldetés, és ennél jobb és szebb helyet nem is választhatnánk évről évre, mint hogy ez világgá kürtöljük. Hivatásos vadászok az őz üzekedés idején többször szemrevételezik az őz állományt. Sokszor addig nem látott trófeájú egyedek is szem elé kerülnek. Egy ilyen rendellenes, extrém példa a karcagi ördög őzbak esete. A nagykunsági tájterületnek a közepébe vagyunk, tulajdonképpen Karcagváros közigazgatási határa, ami Nagykun vadásztársaságunknak a élettere, az őseink. 1874-ben alapították a vadásztársaságot. Itt esett egy olyan őzbak, ami azt hiszem, hogy ha valaki meglátja, ugye rögtön felakad a szeme, el is nevezte itt valaki karcagi ördögnek. Ez a bak tényleg egy különlegesség. Odafigyel rá a vadásztársadalom, vadásztársaink, és hát 11 alkalommal mentek ki elég kitartó módon ezt az őzbakot elejteni, és a 14. alkalom egy pénteki hajnalban sikeresen egyötték el ezt a vadat, és megadtuk neki a végtisztességet, annak rendje módja szerint. Tudjuk jól, talán a kedves nézők is, hogy őz ugye viszonylag teritoriális, tehát nem megy itt, mint tudom én, hány kilométereket, van egy terület is, azon belül. Ebbe bíztál, hogy találkoztok? Igen, mindig ezen a területen, ugye most elnézünk oldalra, ebbe a táblából benne tavasszal. Én itt fényképeztem le, és azért kerestem ezen a területrészen, mert gondoltam, ebbe bíztam, ebbe a territoriális viselkedésbe, hogy tartja ezt a környéket. Gábor behozta a fényképet erről a gyönyörű, érdekes bakról, aztán kérdeztük tőle rögtön, hogy hol is van ez a bak. Aztán tisztítás közben után ugye eltűnt ez a bak, mindig ilyenkor változtatják a helyüket, nyugodj meg, majd meg lesz, majd látod, ne idegeskedjél. Ugye mindig láttuk, tehát tudtuk, hogy ott van. Ugye mindig bennem volt a lehetőség, hogy egyszer olyan szerencsénk lesz, hogy sikerült terítékre hozni. Tehát bíztunk benne, tudtuk, hogy ott van. Nem volt ez a probléma hozzáállással, meg a kedvel se. Milyen volt megélni ezt a 10 alkalmat? Te itt ültél a volán mögött. Hát egyszerre volt öröm is a számomra, meg fáradtság is volt, mert azért sokszor jöttünk ki, sokszor kellett korán felkelni. Most egyszer erről ugrott ki a bak, utána a következő alkalommal már másik oldalról jött, és akkor folyamatosan próbáltuk ilyen taktikákat kitalálni, hogy hogyan is kéne belopni ezt a őzet. Fent voltunk a kazlon, felültünk oda a kazalra, és vártuk. Ugye délután gondoltuk, hogy hát nem úgy voltunk vele, hogy nem fogjuk látni, mert eddig sose láttuk délután, és egyszer csak az úton megjelent, de úgy, hogy ő nem vett minket észre, jó volt a szelünk. Rögtön beszéltünk az elejtővel, hogy akkor átcserkelünk. Nem volt utána már, fordult a szél, nem volt jó a szelünk, de úgy voltunk, hogy megpróbáljuk hátha. Az volt a baj, hogy a lőbot valószínűleg nem volt jól letámasztva. Én mondtam a srácnak, ha úgy gondolja, akkor próbálja meg, lőjön rá, de elhibasztuk. Elélődtünk, látszott tisztán, hogy elélődtünk, tehát nem volt sebzése, a bak nem is ilyet meg szinte a lövésre. De mondtam, hogy ne aggódjon, mert örüljünk annak, hogy nem sebeztük meg, hogy nagyon nem ijedt meg a bak. És hogy akkor megbeszéltük, hogy másnap hajnalba kijövünk, mert most már egy hajszálhíja volt, tehát most már Diana majdnem ideadja nekünk ezt a bakot. Ugyanazt megjátszott ez a bak, mint minden egyes alkalom, hogy meglátta a kocsit, a sutájával elkezdett szaladni kifelé a táblának a ellenkező sarkába, pont a napraforgó felé, és a kocsival elmentünk a őzek irányába, ugye, és akkor a vendég szólt, hogy álljunk már meg, két őz itt van mellettünk 140 méterre körülbelül. Megmértük a távolságot, 136 méter, ugye akkor már láttam, hogy ő az, és pont egy villásbaka verekedett, és nem foglalkozott velünk, de nem állt jól. Ő pont a farával állt velünk, és megbeszéltük, hogy ha befordul, akkor, és megáll, akkor azonnal lője.
pár pillanat múlva, hogy ezt megbeszéltük, be is fordult jobb oldalra, és a vendég nem is habozott sokáig, egy magas laplevéssel terítékre is hozta a bakot. Hát ez a természetes vadászirítség azért elfogja az embert ilyenkor, hogy na igen, akár remélem egyszer én is lövethetek egy ilyen bakot, vagy egyáltalán láthatok, de mivel ugye kollégák mellett barátok is vagyunk, nyilván ugyanúgy örültem én is ennek. Nagy volt az öröm mindannyiunk számára, hiszen ez egy úgymond kuriózum ez a bak, tehát ez nem mindennapi, hogy ilyen sikerüljön. Nagyon remélem, hogy majd még hasonlót, vagy még egy ilyet, majd még sikerül kísérésem mellett terítékre hozatni, de én úgy gondolom, hogy most egy időig szerintem nem. Tehát ez most egy ilyen egyszerű alkalom volt, szerintem nem mostanában lesz ilyen bak még egyszer. A műsort a Bélmegyeri Vadászkastély támogatta. A műsor támogatója a Kos Fashion. Társad a vadászaton. A műsor támogatója a Nimród Vadászújság. Az Isuzu D-Max importőre a Wallis Automotive Europe.